Távozik posztjáról a Jobbik budapesti pártelnöke, a jobboldali radikális párt házatájáról kiszivárgott hírek alapján Staudt Gábor lemondásának egyik oka a sikertelen második kerületi időközi országgyűlési képviselő választás lehet. Tény, hogy a Jobbik jelöltje az időközi választás mindkét fordulójában a negyedik helyet szerezte meg, ami csalódást kelthet a párton belül. Ráadásul Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója is úgy kommentálta a lemondás hírét, hogy bár sikeresnek tartja Staudt Gábor elmúlt egy évben végzett munkáját, a szavazás eredménye azt támasztja alá, hogy erősebb pártépítésre van szükség Budapesten. Maga az érintett azzal indokolt, hogy többrétű politikusi teendői miatt nem tud a mostaninál több időt és energiát fordítani feladataira. Vendégem tehát Staudt Gábor, a Jobbik távozó fővárosi elnöke. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Na most itt két állítás hangzott el az imént. Kinek van igaza? Mi a távozása valódi oka? Először is, hogyha már a sikerült elérnem, hogy a Hír TV-be be tudok jönni, akkor már valami áttörésről beszélhetünk, lévő, hogy most vagyok itt először, tehát ezt a főpolgármesteri kampányban. De a kollégái jártak már itt az elmúlt hetekben, és nem mesélték? Én még nem, tehát nekem ez nagyon egy újdonság erével hat. Itt van. Tehát ami kiszivárgott, az nem szivároghatott ki olyan módon, ami igaz lenne, mert itt a távozás okaként én azt jelöltem meg, hogy az, amit én eddig csináltam, az főleg szakmai munka volt. És eljutottam arra a teherbírási szintre, ahol racionalizálni kell a feladatokat, és egy párt elnöki feladat, egy megyei vezetői feladat, az leginkább szervezői feladatot igényel, amit én eddig elláttam, viszont ebben a szituációban a parlamenti munkára és a budapesti szakpolitikára szeretnék koncentrálni, ami hát ezt a helyzetet teremtette, hogy nekem bizony döntenem kellett, hogy mi merre hány méter. Tehát akkor az egyáltalán nem igaz, ami egyébként a Jobbik házatájáról jött információ, hogy a második kerületi időközi országgyűlési képviselői választás ered, vagy sikertelensége, vagy kudarca, én nem úgy tudok tetszik. Róla. Tehát ez fel sem merült. Hasonló nem is gondolkodott el azon például, hogy miért ilyen eredményt ért el a második kerületben? Tökéletesen tudom, hogy miért értünk el ilyen eredményt. Igen? Hát a rózsadombon legyen okos valaki, azt kell mondjam, semmilyen olyan probléma nem érzékelhető ott, ami tulajdonképpen a Jobbik sikerét és a fő üzeneteit hordozza. Tehát ott például az egykulcsos esziával az emberek komolyabb jövedelmekre tettek szert, tehát nyilván akinek magasabb a jövedelem, és a rózsadombon nem az alacsony jövedelmek. Tehát úgy érti, hogy a rózsadombon nincs szükség a Jobbikra? Én azt mondom, hogy a rózsadomb egy külön világ. Tehát ott, ami probléma az ország 99%-ában, ott nem probléma. Tehát a jelenlegi Fidesz kormánytól ők magasabb jövedelmet kaptak, a bűnözés, vagy például a cigánybűnözésnek a különböző formái nem nagyon érintik a területet, vagy legfeljebb ilyen átutazó formában, de hát arra azért ügyelnek, hogy ne legyen ebből túl nagy probléma. Tehát az ott élő emberek nem érzékelik azokat a problémákat, amit az ország 99%-a érzékel. Ezt tehát egy nagyon jó helyzetben vannak. Egy összegben visszafizethetik a devizahiteleiket, most ugye a kormányzatnak köszönhetően, tehát... Ennyire azért ne általánosítsunk, mert itt vendégeskedtek nálam néhány héttel ezelőtt, vagy vendégeskedett ugye a többi jelölt is, és azért látták a második kerület árnyékos oldalait is, hogy ez nem csak a rózsadombból áll, ez az egyik. A másik pedig, amit ugyancsak elmondtak a jelöltek, hogy ez a tegnapi választás, meg ugye a két héttel ezelőtti első forduló, bőven túlmutat a második kerület határain. Itt nem csak a második kerületiek életéről volt szó, itt egy országgyűlési képviselőről volt szó. De ők szavaztak. Egy olyan országgyűlési képviselőről, aki már bennül a parlamentbe, hozzáteszem. Azt például mivel magyarázzák, hogy még az LMP-s jelölt is megelőzte önöket? Hát ott ez nem volt nagy meglepetés, ahogy elmondtam. Tehát a második kerületet lehet azt mondani, de akkor Gyöngyös Patát is ide lehetne hozni, vagy a Püspökladányi Jobbikos eredményeket is, ahol ugye nem, valahol nyertünk, valahol meg masszívan második erő lettünk 30%-kal. Tehát lehet itt sakkozni, de én azt hiszem, hogy ez az eredmény, ez egyébként az elsőfordulós eredmény, ez hasonló az országgyűlési választásokon elért eredménye, ahol Balczó Zoltán indult. Tehát én inkább azt mondanám, hogy itt nem tudtunk előrelépni a második kerületbe, de ez nem is meglepő. De önnek ebben tökéletesen igaza van, és most már rugaszkodjunk egy kicsit a második kerülettől. Önök
önök egyébként milyen alternatívát, milyen programot ajánlottak a budapestieknek? Ugye, hogyha megnézzük akár azokat a településeket, amiket az imént képviselő úr említett, tehát bőven magasabb a támogatottságuk, mint itt Budapesten. Mi lehet az oka annak? Nyilván elgondolkodott ezen fővárosi elnökként, hogy nem igazán tudják a budapestieket megszólítani. Nem csak második kerületből és a rózsadombból áll Budapest sem. Így van, viszont más helyeken, ahol mondjuk időközi önkormányzati választások voltak, nagyon sok helyen előre tudtunk lépni, és nagyon de komoly. Ezért mondom, Budapesten miért nem? Budapest az mindig is egy külön világ volt. Ez a történelemben, hogyha visszamegyünk, akkor ezt meg lehet nézni, ennek különböző okai lehetnek. Én azt hiszem, hogy Budapesten másfajta politikára van szükség. A budapesti embereket jobban megszólító politikára. De az milyen? Hát ez egy nagyon jó kérdés, tehát ezen mi is dolgozunk. Én azt hiszem, hogy itt a fővárosi közgyűlési tapasztalatok is, amiben volt időm belefolyni, megmutatták, hogy egyébként azok az eredmények, amiket elértünk, tehát akár Gergényi díszpolgári címének megfosztása, két díszpolgári, illetve bocsánat, a két díjától való megfosztása, tehát a közbiztonságért és a díjért és a Pro-Urbe-díjról beszélünk, ennek a visszavonása. De ettől mitől jobb Budapestnek? Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly szimbolikus lépés, ami elindulhat abba az irányba, hogy Budapest végre elnyeri azt a méltó helyét a Magyarországon, amire már nagyon régóta várunk. Tehát az, hogy Vasalbertről, Pongrácz Gergelyről közterületet neveztek el a Jobbik kezdeményezésére, én ezt mind eredménynek tartom, több mint 60 indítványunkat fogadták el a fővárosi közgyűlésbe. Hozzáteszem, hogy ez egy jó kérdés, hogy mi lesz a jövő, mert jelen pillanatban benyújtott módosító javaslat a önkormányzati törvényhez szétszakítani látszik Budapestet. Tehát a fideszes kiskirályságok különböző kerületekre, különböző településekre akarják szétszakítani. Ez eszemben mit mondanak önök? Hát az, hogyha ezt elfogadják, akkor Debrecen lesz a legnagyobb magyar város. És ez az egy elég érdekes kérdés, hát ha szétszakítjuk Budapestet kerületekre, és egy megyének fogjuk tekinteni, nem... Tehát elmondtuk többször, és ezt tartjuk magunkat, hogy Budapestet egész egységként kell kezelni, mert számos olyan probléma van, ami nem megoldható egy kerület szintjéről, hanem ezt központosítottan kell kezelni. Vannak persze olyanok, mint a szociális ügyek, amit helyben kell. De amíg ezeket a fideszes belharcokat látjuk, hogy a kerületi kiskirályok a fővárosi nagykirályokkal, meg országos fideszesekkel harcolnak, néha különböző szövetségeket kötve, addig a budapesti polgárok fogják ennek a levét meginni. No, de akkor nem mégiscsak most kellene a legtöbbet dolgozni Budapestért, és nem lemondani a budapesti elnöki posztról? Ezt tesszük. Én nem akkor azt mondtam, ez hogy a saját döntése volt, hogy nem. Konkrétan mivel foglalkozik? Például a parlamentben Budapest ügyeit tulajdonképpen senki nem veti föl. Amikor az önkormányzati törvény kapcsán a minisztériumban voltunk tárgyalni, és azokra a felvetésekre, amit én ott elmondtam az önkormányzati törvény Budapestet érintő részeinél, kiderült, hogy egyik párt sem vetette fel, és a minisztériumnak tulajdonképpen válaszai sem voltak, és tulajdonképpen csak ültek ott, hogy ezeket a felvetéseket ők soha nem hallották. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a kormányzatnak bizony Budapest mostoha gyermeke. Tehát az országgyűlésben is foglalkozni kell Budapest dolgaival, ez túlmutat egy település problémáján. Ha például a BKV összeomlik, akkor azt nem csak a budapestiek fogják megérezni, hanem az egész ország. Tehát itt én úgy érzem, hogy tulajdonképpen mindenki azt hiszi, hogy Budapest ügyei csak Budapestet érintik, és például az országgyűlésben egy ilyen mostoha, megvetett, kitaszított gyermekként szerepel, és senki nem vállalja fel az érdekérvényet. És ki lesz, aki ön helyett majd vállalja ezt Budapestben, úgyis Budapestet a parlamentben, vagy úgy is kérdezhetném, hát ki lesz az ön? Ön vállalja, de már hát nem budapesti elnökként. Ki lesz az új budapesti elnök? Hát ezt majd el fogja dönteni a budapesti választmány. Uh-huh. Tehát a két dolgot azt ne keverjük össze, tehát a budapesti a politikával való foglalkozás és a parlamentben való megjelenítés, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy szervezeti vezetőnek ugyanannak a személynek kell lennie, aki ezt megteszi. Egyetlen egy dolog még a végére. Információink szerint az új Magyar Gárda egy újabb felvonulást tart vagy tervez Gyöngyöspatára. Az egyik kérdésem az, hogy megerősíti ezt a hírt, a másik pedig az, hogy erre miért van most szükség? Nem tudom, tehát én itt a budapesti ügyekbe elég elmélyültem. Meg fogom nézni, de erről nem tudok részletesebb információkat nyújtani. Hát akkor majd kérdezem a pártársait. Így van, biztos köszönöm szépen, és sok sikert a további munkájához.